Az idei aszály miatt jelentős bevételkieséssel számolnak a dohánytermesztő gazdák. Egy hónapja még 25%-os terméskiesést becsültek, ám azóta a csapadékos időjárás némileg kedvezett a növény fejlődésének. A kedvezőtlen minőségű termés miatt várhatóan a felvásárlási árak sem emelkednek majd jelentősen a tavalyi évhez képest. A kilónkénti ár idén is körülbelül 350-360 forint lesz. A ULT Magyarország érdekkörébe tartozó termelők esetében az elmúlt évi ár nagyságrendje várható, bár az aszály miatt a minőség is gyengébb, mint a korábbi esztendőben volt. Nagyon jó lenne, ha az elmúlt évi árat elérné. A Dofer esetében valamennyivel kedvezőbb a felvásárlási ár. Elméletileg itt elérheti, vagy minimális mértékben meg is haladhatja az elmúlt évi felvásárlási árat. A gazdák és a dohánytermesztésben foglalkoztatottak számára az idén megváltozott Európai Uniós támogatási rendszer, valamint a hazai forrásból megvalósult támogatások hozhatnak jelentős változásokat. Sokat változik most a dohányágazatnak a támogatási helyzetképe, hiszen az Európai Unió kivonul a termelés finanszírozásából, nem lehet ezt ebben a formában folytatni, viszont a magyar kormányzat elkötelezett a dohánytermesztés és az ahhoz kapcsolódó foglalkoztatás fenntartásában, úgyhogy nemzet forrásokból, különböző jogcímeken 2015-ben és 2016-ban is 5 milliárd forinttal segíti annak a termelés és foglalkoztatási potenciálnak a fenntartását, ami eddig is működött. A várható hazai forrásból rendelkezésre álló támogatás mértéke hektáronként összességében mintegy 900 ezer forint lesz, amit a gazdák különböző jogcímeken vehetnek majd igénybe. Az ófehértói nyílt napon elhangzott, az ágazatot az új vidékfejlesztési program is segítheti. Most elfogadott vidékfejlesztési program elsődlegesen a magas élőmunkaigényű ágazatoknak, mint az állattenyésztésnek és a kertészet támogatására koncentrál. De a szántóföldi növény termesztések esetében a dohánytermesztés az egyik olyan ágazat, vagy olyan termesztési mód, mely mindenképp kiemelt figyelmet fordítunk a vidékfejlesztés programban. A vidékfejlesztési támogatások elsősorban terménytárolók és szárítók építését biztosítják, majd ezeket pályázat útján lehet elérni utófinanszírozási rendszerben. Az első pályázati felhívások 2015 végén és 2016 elején jelennek meg.